Tisztelt nézőink! Örülj velem, Jézus visszajön című hitéleti műsoron következik, amelynek előadója Feketéné Bokor Katalin. Komoly hívő szülők hetedik gyermekeként született, kik a hetednap adventista reformmozgalom tagjai voltak. Katalin hitének alapja az a 2300 éves profécia, melyet gyermekkorától kezdve tanult, és látja annak folyamatos beteljesülését a mai napig, mely Istentől való hitelességét bizonyítja. Krisztusért járván követségben. Kedves nézőink, kedves hallgatóim! Sok szeretettel üdvözlök mindenkit, és szeretném, ha újból együtt tanulva az előző órához hasonlóan érezzük, hogy naponta velünk van az Úr. Ennél nagyobb öröm nem lehet a Földön. Nekünk kell Istennel járni, és ha Istennel járunk, Isten egy nagy feladatot is ad ránk. A befejezés előtt említettem, Krisztusért járván követségben. Isten ezt várja tőlünk. Ez a feladat igen súlyos felelősséget, súlyos munkát ró ránk. Korintusiakhoz írt levél, 5. rész, 20. versében így van írva. Mivel, hogy Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magából a világot, nem tulajdonítván nekik az ő bűneiket, reánk bízta a békéltetés ígéjét. Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel. A követnek ez a feladat lett adva. A kérdés, miért kell megbékülnie az embernek Istennel? Bűntelen állapotában az ember a legbensőbb és legboldogabb összekötetésben élt Istennel. De a bűn következtében az ember elidegenedett Istentől, a föld elszakadt a mennytől. A köztük tátongó mélységet semmi sem hidalta át. Azonban Krisztus ismét helyreállította az ég és föld közötti összekötetést. Áldozata áthidalta a bűn következtében keletkezett rettenetes szakadékot, úgy, hogy Isten angyalai újból kapcsolatba léptek az emberekkel. Krisztus újból összekapcsolja a tehetetlen, elesett és bűnös embert a végtelen hatalom forrásával. Mi a bűn? Olvashatjuk a Bibliában, Isten törvényének áthágására, pedig arról azt tanuljuk Róma beliekhez írt levélben, azért ám a törvény szent, a parancsolat szent, igaz és jó. Isten nem változtatta meg törvényét, hanem feláldozta önmagát Krisztusban az emberiség megváltásáért. Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, és ekkor írja Pál apostol nekünk, reánk bízta a békéltetésnek igéjét. Mivel a törvény megváltozhatatlan, és az emberek csak a törvénynek való engedelmesség által menekülhetnek meg, ezért emelték Jézus Krisztust a keresztre. Ezért halt meg minden emberért, hogyha valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Példát adván az emberiség részére, hogy a hittel tőle kért és kapott erő által az ember is megtarthatja a törvényt. Hogyan is ír róla Pál apostol? Aki, maga Jézus Krisztus, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresíti, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén. És mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Ő maga mondta a földi életében, a törvények kapcsolatban, nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Ő a mi példaképünk,
az Isten iránti teljes engedelmességben. Mit kell mondjon egy követ? Jézus azt mondja önmagáról, mert én nem magamtól szóltam, hanem az Atya, aki küldött engem, ő parancsolta nékem, hogy mit mondjak és mit beszéljek. Hogyan fogadták ezt az őszinte hívők? Azt mondja János evangéliumában, mert ama beszédeket, amelyeket nékem adtál, őnékik adtam, és ők befogadták, és igazán megismerték, hogy én tőled jöttem, és el is hitték, hogy te küldtél engem. Jézus kétféle követről beszél. Aki magától szól, a maga dicsőségét keresi. Aki pedig annak dicsőségét keresi, aki küldte őt, igaz az, és nincs abban hamisság. Tehát itt kétféle küldöttről tanulhatunk. Egyik hűtlenről, a másik egy hűségesről. Mi a feladata egy küldöttnek Jeremiás proféta szerint? Azt írja. A proféta, akinél az én igém van, beszélje az én igémet igazán. Mi köze van a polyvának a búzával? Evel kapcsolatban két biblia szöveget szeretnék idézni, amit meg kellene tapasztaljunk a mindennapi életünkben. Bölcsalmon azt írja a Példabeszédek könyvében, az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál világosabb lesz a teljes délig. Dániel profétánál ez van írva. Te pedig zárd be e beszédeket, és pecsételd be a könyvet a végső időig. Tudakodlák majd sokan, és nagyobbá lesz a tudás. Dánielnek az utolsó időkre szóló proféciákat kellett bezárni, aminek megértését az Úr a végső időkben adta meg, de a nagyobb tudást a fizikai dolgokra is érthetjük. Nézzük csak meg. Volt az én fiatal koromban internet? Nem, hiszen csak 1992-93-as év óta alkalmazzuk. Pedig milyen jó. Leírok, kattintom, elküldöm, és nem sokára a világ másik táján olvassák. Sok dolgot szemeinkkel látunk, tapasztalunk, hogy nap mint nap fejlődik, alakul, tehát a mi időnkben is nagyobbá lett a tudás. Ezek fizikai dolgok. Örülünk a fejlődésnek, használjuk, elfogadjuk őket. De kérdem én, nem ugyanígy kellene elfogadni, hogy a mi Istenünk a lelki téren is fejlődést vár el tőlünk? Igaz, hogy a Szent Bibliát már régen megíratta, de Szent Lelke által lehajolva az emberi képességhez, lépésről lépésre ismertette és vezette és vezeti gyermekeit, a bepecsételtet fokról fokra felnyitotta előttük. Tehát Krisztusért járván követségben. Mi a követ feladata? Hogy mondtuk példabeszédeknél, az igazak ösvénye olyan, mint a hajnal világossága, növekedő. Kik voltak a hajnal követei? Többször fogunk most idézni a vallástörténeti kis lexikonból és Ellen Gulvált írásaiból. Waldensek. Waldens Péter lyoni kereskedő indította el, aki egyik barátja halála alkalmával mélyen megrendült, hiába valónak ítélte korábbi fényűző életét és magasabb tökéletességre vágyott. A Biblia tanulmányozása 1173-ban arra indította, hogy egy szegénységben élő társaságot alapított. A nép nyelvére lefordították a Bibliát, az apostoli szegénységet hirdették, és elítélték a feudális egyház fényűzését, a papság gazdagságát és mértéktelenségét. Nem sokára kiközösítéssel sújtották őket. Rohamosan gyarapodtak városokban, falvakban, s a parasztok körében is. A waldensi hit kiküldött, sóvárokba tárta fel a kérdezők lelke előtt az evangélium drága igazságait. Óvatosan elővette a Szentírás gondosan beírt részeit, s öröme abban volt, ha reményt nyújthatott egy lelkiismeretes, bűntől meggyőződött léleknek, aki
eddigi ismerete szerint csak egy bosszúálló istent látott, ki arra vár, hogy ítéletét végrehajtsa. Wiklif János élt 1324-től 1384-ig, oxfordi egyetemi tanár, pap, aki radikális egyházi reformok megvalósítását tűzte ki céljául. A pápai adóztatás és életvitel ellen emelte fel szavát. A Bibliát lefordította angol nyelvre, és a hit egyedüli forrásának tekintette. 19 tételét elítélték, őt magát eretneknek nyilvánították, majd 9. Gergely pápa letartóztatási parancsot adott ki ellene, de az angol nemesség és polgárság fegyverrel kelt védelmére. Nagy küzdelemben ezt olvastuk. Wiklif a reformátorok egyike volt a legnagyobbak között. Az értelem nagyságában, a gondolatok világosságában, az igazság bizonyításának szilárdságában és védelmezésében, bátorságában az utána következőkből nagyon kevesen hasonlítottak hozzá. A Biblia volt az, ami őt azzá tette, ami volt. És ezt ő adta a nép kezébe. Wiklif a protestánsizmus megkülönböztető tanait hirdette, a Krisztusban való hitáltali megigazulást és a Szentírás egyedüli csalhatatlanságát. Husz János 1369-től 1415-ig élt, a Prágai Egyetem rektora, a Bethlehem templom szónoka és a királyné gyóntatója volt. Magáévá tette Wiklif egyházi reformtörekvéseit. Emiatt 1417-ben kiközösítették, majd megidézték a konstanci zsinatra, ahol meg is jelent, mert Zsigmond királytól menlevelet kapott. A zsinaton mégis elítélték tanításának 30 tételét, és aki menlevelet kapott, Zsigmond királynak kellett rajta véghez vinni a halálos ítéletet, 1415. július 6-án mágián elégették. Nagy küzdelem ezt írja, bár felszentelt pap volt, mégis egy másik területen kezdte meg az ő reformátori munkáját. Egy nagy jelentőségű ügyet pártolt a Szentírás a nép nyelvén való prédikálását. Beutazta a körülfekvő vidékeket, és hirdette az igazságot vágyó tömegnek. Volt neki segítőtársa is, Hieronymus. Ő Angliában tanult, Wiklif tanait elfogadta, és Prágába érkezve csatlakozott Huszhoz a reformáció munkájában. Husznak mennie kellett a zsinatra, és Hieronymus megígérte neki, ha bajba van, ő fog menni utána. Vétkíséret nélkül indult el, de a városba érve érezte, hogy veszélybe került, menekült volna, de elfogták, és vasra verve börtönbe tették. 340 nap után lelki ereje teljesen felmondott, és ő beleegyezett abba, hogy alárendeli magát a zsinatnak, megtagadva eddigi hitét. Szomorúan mondja később, ezen meghátrálás előtt az összes szenvedéseiben vigaszt talált az Isten kegyelmének bizonyosságában. Most pedig megbánás és kétségek gyötörték. Ezt kinyilvánította a zsinatnak is, és újból eléjük állították, de most imában kérte az Urat, hogy Szent Lelke által adjon neki szavakat. Elmondta, hogy kész meghalni, mint Husz, nem rettem vissza a kínoktól, mint ellensége és hamis tanai ellene készítettek. Miután a hóhér készült, hogy háta mögött meggyújtja a mágját, a mártír így kiáltott fel. Jöjj bátran előre, és gyújtsd meg a szemeim előtt, ha félnék, nem volnék itt. Luther Márton, 1483-1546. 1505-ben a filozófia doktora lett, és ekkor belépett az ágostorrendi szerzetesek kolostorába, ahol 1512-ben a Szentírás tudomány doktorává avatták. 1517. október 31-én a Wittenbergi vártemplom kapujára
95 tételt függesztett ki, amelyekben az egyházi visszaélések ellen tiltakozott. Hangsúlyozta, hogy a bűnt egyedül Isten bocsáthatja meg. 1520-ban 9. Leó pápa kiközösítette, majd az elfogatása elől 1521-ben Bölcs Frigyes választófejedelem Wartburg várába látszatfogságra ítélte. Később visszatért Wittenbergbe, s hozzáfogott az új egyház megszervezéséhez. A nagy küzdelemben sokkal bővebben olvashatunk Lutherről, mert széleskörű misszió munkát végzett, azon igazság szerint, melyet az Úr az ő szent lelke által megismertetett vele. 20 éves volt, amikor egyetemi könyvtárban megtalált egy Bibliát, és mély tisztelettel és csodálattal forgatta ez a szent lapokat, és felkiáltott: ó, bárcsak az Isten nekem is adna egy ilyen könyvet. Az igazak világossága, mint a hajnal világossága. Látjuk, mindig ment feljebb és feljebb Isten eszközei által. Mint a hajnal világossága, haladt előre. Isten sok alkalmat adott neki hitéről való bizonyság tevésre. Később a birodalmi gyűlés előtt könyveiről így beszélt. 3 csoportba osztotta őket. Mivel ember vagyok és nem Isten, azért könyveimet másképp nem védhetem, mert az Uram Jézus Krisztus így támogatta tanát. Ha gonoszul szóltam, tény bizonyságot a gonoszságomról. Valóban, nekem a legnagyobb öröm azt hallanom, hogy Isten ígéje miatt meghasonlás, vita keletkezik. Ha nincs vita, nincs meghasonlás a Biblia között, a szent igazságért az emberek között, akkor lehet, hogy csak mások árnyékai vagyunk. Azt mondja Luther, lelkiismeretem fogva van Isten ígében, semmit nem vonhatok vissza, és nem is akarok, mivel lelkiismeretem ellenére cselekedni valamit sem nem biztos, sem nem tanácsos. Itt állok, másként nem tehetek. Isten engem úgy segéljen. Egy másik kísérletet tettek vele, hogy őt hitéről lebeszéljék, azt felelte. Inkább átengedem személyemet és életemet a császárnak, de Isten ígéjéből soha nem engedek. Zwingli Ulrich élt 1484-től 1531-ig, svájci reformátor Mázelben hallott először arról, hogy Krisztus halála az egyedüli váltságdíj a mi bűneinkért. A Szent Lelket hívta segítségül, aki mindazoknak ki fogja azt jelenteni, akik őszinteséggel és imával keresik azt. A Szentírás mondotta Istentől jött, nem pedig emberektől. Az Isten ígéje nem tévedhet. Később Zürichbe lett helyezve, mint a főtemplom papja. Kioktatták, hogy miket tanítson, miről beszéljen, és ő azt felelte. Jézus élete régóta el volt rejtve a nép elől. Erről szeretnék beszélni. Nagy misszió munkát végzett, mindig Isten szavát kiemelve, de ezért sok ellenállásba és küzdelemben volt része. Pál apostol megemlíti a zsidókhoz írt levélben, hogy sok hithősről szeretne még írni, de kifogynék az időből. Azokról beszélnék még, akiktől mindig tanultunk, és mindig az ő idejükre megadott jelenvaló igazságot felemelték és hirdették. Az idős Lefebvre Franciaországban. Tanítványa Fárel Vilmos felébredve a lelki állapotára ezt mondja: ami vallásunknak legszigorúbb felekezete szerint éltem, mint farizeus. Mikor erre rádöbbent, örömmel fogadta az igazságot. Calvin János élt 1509-1564-ig. Érdekes, először egy mártír elégetését nézte végig, és rádöbbent, hogy ennek az eretneknek a hite a Biblia szavain alapszik. Korán Luther eszméjének hatása alá került, és 1536-ban a keresztény vallásról szóló tanítás című könyvet írt. Ekkor Genf prédikátora lett, de 2 év múlva száműzték hitéért. Később visszahívták,
és haláláig ott dolgozott Krisztus igazságának felemelésért. Németalföldön munkálkodott Oraula Vilmos, s azt olvashatjuk a nagy küzdelemben, hogy sehol sem fogadták el a reformált tanokat általánosabban, mint itt. Svédországban Petri Olaus és Lorenz vitték az életvizét honfitársaiknak, küzdelmek és támadások közepette. Tyndale Angolország számára nyitotta meg a bezárt Bibliát. Teljes elhatározással nekiállt a Biblia angol nyelvre való lefordítására, hogy a nép kezébe adhassa. Életét mártírként fejezte be. Wesley János 1703-1791 és Károly testvére is Angliában voltak Isten kezében misszionáriusok. Mint metodista prédikátorok törekedtek az Isten kegyelméről szóló evangéliumot tanítani. Mesterükhöz hasonlóan a törvényt naggyá és dicsőségessé tenni. Életük minden keresztény számára megbecsülhetetlen tanítást nyújt. A tél folyamán részletesen tanultunk Miller Vilmosról és munkatársairól, akiknek az Úr megnyitotta a Dániel proféta által megírt és az Úr szavára bepecsételt látomást. Most már közel jutottunk a teljes délvilágosságához. A mi időnk hit alapja a 2300-es profécia, a hármas angyali üzenet, amelyet az Úr nagy kegyelméből megismertetett velünk, és mindazokkal, akik lépésről lépésre akarnak haladni az igazság megismerésében. Gondoljuk át Péter apostol által írt komoly tanácsot. Annak okáért nem mulasztom el, hogy mindenkor emlékeztesselek titeket ezekre, noha tudjátok ezeket, és erősek vagytok a jelen való igazságban. Több szemétől megkérdeztem, akiket úgy éreztem, hogy Biblia ismerő egyének. Erős vagy a jelen való igazságban? Szomorúan beismerte, hogy nem. Nekem is szomorú volt. A nagy közelemben is már régen tanulhatjuk, a lélek halhatatlansága és a vasárnap szentsége által Sátán a népet az ő csalásai alatt tartja. És ennek beteljesedését már láthatjuk. Kutatni kell Isten szavát nap mint nap, tőle kérve az erőt, hogy kitarthassunk megmérettetésünk alapja a 10 parancsolat megtartása mellett, még akkor is, ha mint hűséges követekre a mágia várna ránk, mint elődeinkre. Az ő törvénye örökérvényű, nem úgy, mint az embereké. Még ma van időnk dönteni az élet és a halál között. Isten minden embernek megadta ezt a szabadság jogát. Nagyon komolyak ezek a szavak. Péter apostol így tett bizonyságot Jézus mennybe menetele után a főpapoknak. És nincsen senkiben másban üdvesség, mert nem is adatott az emberek között az ég alatt más név, amely által kellene nékünk megtartatnunk. Kérdezem, könnyű volt ez abban az időben hirdetni, elhinni, elfogadni? Akkor nem ünnepeltek Jézus születésnapját, nem beszéltek a feltámadásáról, sőt, titkolni akarták, nem beszéltek a templomban az élettörténetéről. Akkor az volt a jelen való igazság, hirdetni kellett, hogy Jézus Krisztus a megfeszített, a világ megváltója. És mit kapott ezért? Börtönt, megverettetést, és majd később kereszthalál várt rá. És mit tapasztalunk ma? Az ősellenség most nem azt sugallja az embereknek, hogy nem kell a törvény, hanem az, hogy nem baj, ha csak egyet, kettőt vagy hármat megtartasz belőle. Kihagyhatsz belőle. Pedig Jakab apostol által meg van írva, hogyha valaki az egész törvényt megtartja is, de vét egy ellen, az egésznek megrontásában bűnös. Naponta halljuk a hírekben, balesetek, árvizek, földönegések, szerencsétlenségek, és vannak közöttünk azért, akik ezen komolyan elgondolkoznak, és érzik, hogy valami minden megváltozott, valami készülőben van.
És mi lesz? Sokan félelemmel néznek a jövőben. De ha kezünkbe veszük a Szent Bibliát, olvashatjuk, hogy ezek mind Jézus Krisztus dicsőséges második eljöveteinek az előjelei. A mai követeknek ez a feladatuk. Krisztusért járván követségbe. Felhívni minden ember figyelmét, hogy Jézus nem sokára eljön. Hirdetniük kell a tiszta búza eleséget, aminek semmi köze nincs a polyvához. Hiszem, és erősen hiszem, hogy Luther, Calvin, Hus és a többi reformátorok, ha ma élnének, ők is elfogadnák a mi időnkre szóló igazságokat. Lépnének hitből hitbe. Fogadjuk el, hogy már nagyobb világosságot sugároz ránk a szerető megváltónk Szent Lelke által. Törekedjünk azt megismerni és életünkben valóra váltani. Imádkozzunk, hogy segítsen nekünk a drága Szent Lélek kitöltetésére, a megígért késői esőre elkészülni, hogy úgy, mint a tanítványok, mi is nagyobb erőben lehessünk hűséges követői. Jézus azt hirdette, amit az Atya mondott néki. És nekünk is azt kell hirdetnünk, hogy már eljutottunk a hajnal világosságától a teljes délig, amelynek be kell világítania az egész földet. Segítsen a Jóisten mindannyiunkat, hogy megkaphassuk a késő és eső áldását, megerősödve bátran hirdessük a jelen való igazságot. Legyünk igazi követői Krisztusnak, és igazi követei az ő kegyelme és szeretete által. Amen.